Miniszterelnök úr, megenged egy kérdést nekünk? Maga honnan van? Indextől vagyok. Az egy fake news, János, oda nem nyilatkozom. Hiába próbálta kérdezni az Index 2018-ban a miniszterelnököt, ő álhírgyárnak nevezte őket. Orbán Viktor évek óta csak a kormány közeli médiának ad interjút. Miniszterelnök, hogy focival kapcsolatban sem lehet önt kérdezni? Magyar foci. Nem a 2018-as választások előtt a Hír TV-t is emiatt utasította el. Megtisztelne a Hír TV-nek egy pár válaszsal? Az Oxfordi Egyetemen működő Reuters intézet legfrissebb média kutatásában is kiemelték, hogy a magyar kormány gyakran fake newsnak nevezi a vele kritikus médiát. Mégis ezeknek hisznek inkább az emberek. Az online kutatás résztvevői közül legtöbben a HVG-t nevezték megbízhatónak. A felelős szerkesztő szerint ők is hibáznak néha, de igyekeznek minden hírt ellenőrizni. A vírus válság ideje alatt is inkább úgy voltunk ezzel, hogy inkább veszünk még egy fél levegőt, mielőtt valami nagyon bombasztikusnak tűnő hírt kilövünk. De ott is akkor úgy éreztük, hogy a hírversenynél is fontosabb az, hogy lehet, hogy csak másodikok vagyunk egy hírrel, de inkább ellenőrizzük. A második helyen az RTL, a harmadikon az Index végzett. Az utolsó két helyen a TV2 és a Blick áll. Ezeket többen tartják megbízhatatlannak, mint megbízhatónak. Kijön a kutatásból az, hogy a közismerten Fidesz közeli médiatermékek, még akkor is, hogyha jelentősek a hírpiacon, jellemzően a lista végén vannak, tehát meglehetősen szkeptikusak az emberek az ott megjelent hírekkel kapcsolatban. A kutatásból az is kiderült, hogy az emberek a saját bevallásuk szerint az RTL-t nézik a legtöbben, online pedig legtöbbször az Indexen keresik a híreket.